Ezekre a tűzes gyíkokra érdemes odafigyelni, nehogy elkapjanak, mert elég csúnya dögök. Ide érdemes akkor betérni, amikor már van nálunk íj, meg nyíl, meg egyéb dolog. Itt meg óvatosan, csak egyet-egyet, ha lehet. Na, remélem, hogy nem jön rám az összes. Jó. Oké. Kellemes ez a kard egyébként. Ezek ellen nagyon-nagyon barátságos. Azt kell, hogy mondjam. Mellé. Mellé. Másfajta fegyverrel egyébként, ami nem ilyen szúró. Ez baromi nehéz ezeket kinyírni. Nagyon kemény a bőrük. De... szépen döglenek ezek most. Így ebben a formában. Hoho, mi van nálad? Hoho, gyerekek. Ez... igencsak jól fel volt szerelve. Finomsággal. Alig várom, hogy upgrade-eljük a fegyót. Nagyon, nagyon frankó lesz a fegyverünk. Na! Rá voltam itt izgulva. Aztán... be is kaptam egy ütést. Egy kis táj. Tájvédelmi körzet. Érdekes, hogy itt viszont azért vannak olyan helyek, ahol nem fogunk járni. Többek között nekem az se. Ismerős. Ja, ott jöttünk lent. És hát itt mindenképpen erre érdemes jönni először, nem tovább menni a fő boss irányába, mert itt van egy jó kis shortcut, meg a második számú kovácsunk is itt van. Ő is egy elég lényeges emberke. Szerintem tudunk is nála upgrade-elni. Lassan-lassan. Körüljünk. Jaj, ne! Igen, ezzel így ne járjatok, így lehet, mint én. Szépen türelmesen várjátok ki, míg levisz titeket a lift. Nagyobb szinten, amikor már magasabb a dexterity érték, ugye, az a esésért is felelős, egy kicsit könnyebben tudtok landolni, úgymond, ha magas a dexterity, meg több az életerőtök, akkor nyugodtan lehet szórakozni ezzel, hogy csak oda levetődtök. Nem lesz baj, de most még ahhoz korán van. Na, beszélgessünk vele. I haven't seen you around these parts. What does it matter? You need a blacksmith, show me some coin. If not, head straight for the door. I'm busy. Forging a weapon strengthens it, alters its character. Ores are transmogrified sprites. Their presence blesses the weapon. Én azt javaslom, pont amiatt, mert tényleg a longsword majdnem mindenhol egész jól bevethető. Ez a Crashing Battleaxe, ugye ez elsősorban nem olyan típusú fegyver,
ugye itt van, hogy the hit will deal directly to Dazmor damage than normal. Egy kicsit ez olyan slash damage-es téma. Ez meg tud mindent. Szúrót, vágót. Jó lesz ez. Ezt érdemes upgrade-elni, azt gondolom. Sima, egyszerű longsword D érdemes először szerintem ezt tenni. De lehetne elvinni ilyen quality longsword irányába. Ugye lehet látni, hogy a dexterit isek vigyék el, ha akarják. Így kezdőben nekünk szerintem ez teljesen oké most így. De azon gondolkodom, hogy spóroljunk az alapanyaggal, nekünk ez már így is elég erős lesz lehet. Lehet, hogy nem is áldozunk be ilyen large hearthstone shardot, hogy ne nagyon kelljen majd farmolni. Egyelőre maradjon így. Ez már így is elég erős lesz, higgyétek el. Hát meg azért javítsuk meg, amit még használunk. Bogdan? Jó, és most ugye nem kell akkor körbe mennünk, hanem csak a lifttel fölliftezünk a tetejéig. A szintnek is. Folytatjuk tovább. Lesz itt egy egész jó kis pajzs nem sokára, csak itt viszont lesz egy ellenfél, és rögtön támad a rohadékja. Jó. Mondom, ha őket nem akarjátok, nem fontos kinyírni, amíg nem támadnak. Van egyébként köztük olyanok is, akik alapból támadnak. De én azért szoktam mindig, mert fejlesztési alapanyagot adnak, ugye. Ők szokták dobálni a Spider Stone-t, ami a bizonyos fajtájú íjaknak a kimaxolásához alkalmazható. Többek között ugye a játékban az egyik legjobb íj a Dexterity-vel S-re skálázódik. Ez a Sticky Compound Bow, lehet Longbow is, ha jól emlékszem, de lehet, hogy csak simán bow, már nem tudom. Na, oda kell például ez a nagy mennyiségű Spider Stone shard, amit ezen a helyen lehet leformolgatni. Illetve nem csak itt, hanem ahol vannak ezek a bányászok, ott azokon a részeken. Úgyhogy azért szoktam őket megölni. De én mondjuk nem Dexterity alapon megyek most, de ezt csak úgy mondom, hát igen, tehát most ha meg akartok halni, rohanjatok azután a gyík után, mert majd mindjárt megmutatom miért, nem csak ő miatta, hanem nézzétek meg mi van ott, tehát azután a gyík után rohanni nem ajánlott. Itt a hordókat a szokásos trükkel ugye ki lehet így lökni. Itt az a trükk, hogy megmutatom nektek, futni kell gyorsan, oké. Akkor így át tudtok futni, amíg még leszakadna. Jó, itt meg hát óvatosan így kell leesegetni. Mennyire le lehet, hogy... Oké, hát és akkor itt lehet egy picit megint vissza backtrackelni. De hamar el lehet futni, úgyhogy nem vészes. Hát csak a hülye támadja be őket frontálisan, vagy a szupererejű emberek és karakterek, mi inkább
aljas módon hátulról próbáljunk megközelíteni. Főleg, hogy mindjárt lesz egy jó kis pajzs is a kezünkbe. Egy másodperc múlva. Oké. Okay. Kezdőnek ez a Steel Shield nem rossz egyébként. Kicsit nehezebb, mint a másik, de mutatnám. Jobb a guard break-je, ugye? Lehet látni. Az tény, hogy nehezebb is. Ja, oké. Okay. Még nem is vagyok hozzá elég kemény legény. 18-as strength kell hozzá, ha jól látom. Hát akkor visszatérünk erre, aztán majd, ha meg lesz a 18 strength, akkor meg majd fölvesszük. Jó lenne csak egyet-egyet szívni. Oké. Okay. Nem kötelező őket kinyírni, csak én mondom, az alapanyagok miatt szoktam előszeretettel. Lehetőleg egyszerre csak egyikkal próbáljunk meg itt szemétkedni. Lezúzzák ezek az embert elég könnyen, ha nem vigyázunk. Nem rossz ötlet egyébként itt esetleg venni egy íjat korábban, vagy ha találtok, akkor szerezni. De most én tényleg azt a verziót mutatom, ami... Hát meg lehet így is csinálni. Egyébként. Szóval azt a verziót mutatom, ahol spórolunk. És megoldjuk, építkezünk abból, amink van. Amit dob a játék. Nem sokára lesz egy farkasunk is. Ezt jó lenne minél előbb lenyomni. Mert kellemetlenek tudnak ők lenni. Sajnos. Ó, jött még egy! Azt a mindenségét neki! A franc enné meg őket! Jó, ez is megvan. Tovább. Na, nem jellemző egyébként, hogy ennyire följönnek ide ezek a farkasok. Komolyan. Mindig itt szoktak várni, mint például itt ez az egy is. Na, gyere vissza. Farkasoknál az a trükk, hogy meg kell várni, amikor támadnak. És ez az Ed Greenstone-nal, közben hú, mennyi mindent kell mesélnem. Az Ed Greenstone-nal meg tudjátok javítani a fegyver, vagy a pajzs, vagy éppen az íjnak a durability-t, hogyha elhasználódik. Nem hagytam ott el semmit. Szöget ütött a fejembe. Nem, jó. Tehát ezt meg tudjátok javítani, visszatérve a farkasra meg az a lényeg, hogy pajzs föl, megtámad, és akkor utána meg tudjátok csapkodni. Nem egy nagy történet, de amikor sokan vannak, az ciki, mondjuk.
azt aláírom. Azt nem szeretem. Miért nem szeretem? Kapcsiságom ára. Megláttam ott az alapanyagokat, és rögtön rá kellett, hogy ugorjak. A néve. Hát végül is tele vagyunk ám ilyen mindenféle HP upgrade-es témával, úgyhogy nincs akkor a gáz. Most ez komoly? Hogy ez... Ó, hogy ez a magasságos... Ez... Azt a rohadt... Na, így ne járjatok. Aj, de kínos. Beesett ide. Hát itt, innen meg kiszedni. Ne. Jó, ezt nem is akarok erről tudni. Jó, ez most megnyitja azt a részt, ami a boss felé vezet. Ja, ezt a részt eddig kerültük direkt. Ott láva volt. Nem hiszem, hogy oda beesett, komolyan mondom. Belebetegszem mentem. Rohadt anyjába. És ugye az a baj, hogy ezek játékonként egyszer termelődnek csak. Tehát csak egyszer vannak, nem termelődnek újra. Ez a lényeg. Francba. Még elég jó dolgok vannak, főleg így kezdő szinten azért az ember igencsak örül neki, hogyha vannak ilyen cuccok. Na hát megpróbálkozhatunk velük is esetleg. De mondom, akkor érdemes, ha már van íj. Van íjatok. Sejtettem, hogy az is közben bepróbálkozik. Jó. Egyébként szerintem ott csak egy ilyen Stone of Ifrennal Ice, vagy mi a fene lesz, nem tudom, jól emlék. Nem, Dragonstone. Akkor jó. Akkor megéri, mert majd lesz Dragonsfordünk, oda meg nagyon kell. Dragonsford baromi jó fegyver. Nagyon-nagyon-nagyon sokáig elég a Dragonsford, főleg kimaxolva. Iszonyú jó fegyver, tehát az hagyjám, hogy egyszer a játékot végig lehet vele vinni, de szerintem kétszer-háromszor is, sőt nem csak szerintem, hanem a gyakorlatban is tapasztaltam, hogy nagyon sokszor végig lehet vele vinni a játékot. Na, mutatom azért, hogy közben kaptunk egy gyűrűt. Ez olyat tud, hogy poison resistant tud. Hát most itt ennek sok értelme egyelőre még nincs. Föl lehet tenni. De itt sok poisonos téma nem nagyon van. Majd Blightownhoz hasonlító régióba viszont lesz értelme. Itt nem Blightownnak hívják, hanem ez a Valley of Defilement, vagy Defilement, nem tudom pontosan a nevét. Na hát ez itt egy móka és kacagás ez a hely. Itt célszerű azt csinálni, hogy igen, hogy hadd robbangassak fel ezeket a bordókat.
de úgy, hogy közben nem vagyunk ott értelemszerűen. Nem se kell. Jó. És az anyád. Jó, és itt van egy kis hely, ahol esetleg tudunk tápolni. Mindig, hogyha valami gáz van. Na, támadj. Támadj, kis barátom. Én támadok. Csak nyugodtan, mindig várjuk meg stamina, hogy újra töltődjön. Hadd lőj el csak a hülyeségeit, és akkor utána próbáljuk meg támadni. Látjátok? Meg is van. Csak nem azt csinálod, amit akarok. Jó. Oké. Felszedtük a full moon grass-t. Ja, itt van az a kő. Na, mivel nem nagyon vagyunk ember alakba, ezért mondjuk számunkra sok jelentősége nincs. Lassan közeledünk a boss felé. Hát nem vagyunk túl erősek hozzá, azt el kell, hogy ismerjem. Egyébként én normál játékban ilyenkor esetleg szoktam farmolni visszafelé, akár a Boletarian Palace 1-1-be, vagy a Boletarian Palace 1-2-t egy jó részig kitakarítom, de úgy, hogy a bossig nem megyek el. És akkor utána ütközünk, de most megpróbálom nektek így megmutatni. Nem szégyen az, hogyha happy grindeltek egy kicsit. Ez benne van ebbe a játékba. Ez benne van. Főleg az elején érdemes egy picit azért úgy erősödni, mert most amilyen szinten vagyunk, az elég nevetséges. Hogyha gyakorlatlanabbak vagytok, hát még ugye nálam is előfordul, nagyon könnyű lehalni. És akkor ugye jön a frusztráció ezerrel. Én ide tettem volna valamit, nem? Valami rejtett dolgot. Azt hiszem a másik oldalon van ám. Valami emléke, mintha lenne nekem erről, hogy itt valami van. Igen. Méghozzá nem is akármi, hanem Shard of Spiderstone, ami ugye a Dexterity-s íjászoknak nagyon-nagyon örömteli. Jó, más itt nincs, menjünk a boss felé. Bosszantjuk meg. Meg lehet, hogy magunkat is megbosszantjuk. Mert ő azért elég trükkös, főleg még ezen a szinten. Ha erősebbek vagytok, nem egy nagy történet. De majd megmutatom, hogy van neki olyan one hit killje, hogy öröm lesz nézni. Itt meg azt hiszem Chunk of Spiderstone van. Nem szabad itt hagyni, mert nagyon ritka a Chunk. Főleg Spiderstone-ból. Nagyon-nagyon ritka. Úgyhogy érdemes azt felszedni. Hát készüljünk a legrosszabbra. Half Moon Grass. Hát, ja. Half Moon Grass talán elég lesz. Ez kemény lesz, gyerekek. Nagyon, nagyon kemény lesz. Ilyen tűzalapú támadásai vannak. Meg még lassít is. És még oda se értünk. Köszi, hogy rohadnál meg. Még egy ilyet nyomni fog elvileg. Jó, gyorsan. Híleljük magunkat. Ó, ne, túl közel voltam a francba. Gyerekek, eddig amit itt csináltam, az semmit nem ért. Az 20 félét árát nem ért. Őrület, komolyan mondom. Aha, most kéne innen gyorsan elhúzni. Oké. Ezzel olyan atombiztosan eltalál mindig, én nem is értem.
Na rohagy már meg, légy szíves, jó? Hát, tényleg, komolyan. Gyilkos, ezen a szinten ez a szörny, ez gyilkos. Nem kicsit. Szerintem... Aha, még adott egy lehetőséget, hogy nyomhatjuk. Most viszont aztán már tényleg el kéne innen húzni, de gyorsan. Oké. Kemény menet, mi? Szerintem... komolyan mondom, csak legalább egyszer kerülném el, azt az Isten verte. Hülye lövését, hogy rohadná meg vele a jó anyjába. Az a baj, lassú vagyok még ehhez, én nagyon. Na most csak lehet, hogy elég közel vagyok hozzá. Semmi se jó. Semmi nem jó. Semmi nem tetszik. Jó, hát ez saját hülyeségem volt, kapcsi voltam. Nem volt elég stamina már védekezni majd, hogy nem. Ó, ne, komolyan, hát... Jó, kiszámoltuk. Húz innen a jó anya... Ez az, még mellemre is, mami! Ez az, nyomjad! Hogy rohadnál meg! És akkor nem látom néha, hogy túl közel vagyok, vagy túl távol. Annyira, de annyira szívás ez a rész. Főleg ezzel a gyenge karival most. Na, végre. Szerintem ez szép munka volt ezzel a karakterrel. Ez a karakter, ez most úgy... Lássuk, de nem ér semmit. Jelenleg azon a szinten tendál. Jó van, most úgy hátba veregetem magam. Virtuálisan. Mert ez azért még nehezebb szinten is tud meglepetést okozni. Nemhogy így. Chunk of Spiderstone. Spiderstone. Nagyon fontos. Oké. Aztán... Jó, itt még jöttek finomságok.